Rádiófónia. 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán. Bielickiné Búzás Éva összeállítása. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket sorozatunk 50. adásában. Folytatjuk válogatásunkat az 1935-ös év rádió műsorából. A tartalomból Szigeti József hegedűművész budapesti hangversenye. A Zeneművészeti Főiskola fennállásának 60. évfordulója. Doknányi Ernő új műve a C-dur szextet. Székelyhidi Ferenc operaénekes és a Waldbauer Kerpeli vonós négyes 25 éves jubileuma. Az Operaház két bemutatója a Milói Vénusz Hubay Jenő operája és Kuruc mese táncjáték Kodály Zoltán zenéjére. Műsorunkat Beethoven hegedű versenyével kezdtük, Szigeti József hegedűművész budapesti hangversenyére emlékezve. Szigeti József 1892-ben született Budapesten. 5 éves korában kezdett hegedülni. 9 éves korában Hubay Jenő keze alá került, akinek vezetése alatt 4 évet töltött el. Az előírások szerinti iskolát nem járta ki, úgyhogy a honor causa, azaz tiszteletbeli oklevelét csak később kapta meg a Zeneművészeti Főiskolától. 14 évesen kezdte el világjáró virtuóz pályafutását. Első sikereinek színhelyei Berlin, London, Genf, Párizs. Szigeti József budapesti fellépései mindig kivételes zenei eseményt jelentettek. A rádióélet részletesen méltatta a művész életútját. Az írás így kezdődik. Szigeti harmadszor szerepel most a magyar rádió közönsége előtt. A júniusi hetek hangversenyei során a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával, Ormándi Jenő vezényletével Beethoven hegedű versenyét adja elő. Ha lehetne egy művész egyéniségét, művészetét egy szóval jellemezni, amint hogy nem lehet, akkor ez a szó Szigetinél bizonyára ez volna finomság, vagy talán lágyság. Finomságot és lágyságot hoz ki vonójának minden mozdulata hangszeréből, és különös ez a benyomás megmarad akkor is, ha a művész forte játszik. Akár Mozart bájos és könnyedségében is oly sokat mondó kantilénáit játsza,
akár Debussy mat zenei pasztelfestményeit vázolja elénk, mert Szigeti egyformán mestere a modern és a klasszikus műveknek, mindig a látság és a tiszta átlátszó interpretálás marad sajátja. És éppen ezért Szigeti művészete rádiószerű. Nem csak mert a rádió oda varázsolja művészetét, ahová legszervesebben beillik, a szalomba, hanem mert éppen a játéknak ez a kristályos tisztasága felel meg leginkább a mikrofonnak.1935 tavaszán ünnepelték a Zeneművészeti Főiskola 60 éves fennállását. Pap Viktor a rádió élet hasábjain ismertette a Zeneakadémia történetét. Ebből idézünk. Budapesten, a belvárosi haltéren, Liszt Ferenc lakása fölött, három szerény szobában kezdte el működését 1875-ben a Magyar Királyi Zeneakadémia. Említsük meg az előzmények egyik derűs epizódját. Az 1873-i országgyűlésen gróf Aponyi Albert a Zeneakadémia felállítása érdekében tartotta szűz beszédét. Külföldi példák és nyomós érvek sorát hozta fel a fiatal képviselő, s figyelemreméltó okfejtésével nagy szónoki sikert aratott. Utána gratulálók serege vette körül. Közöttük volt Deák Ferenc, a haza bölcse is, aki szeretettel üdvözölte. Jó és szép beszéd volt, öcsém, mondta az öreg úr, minden érvet felsorakoztattál, de a legfontosabbat nem. Azért is fel kell állítani a Zeneakadémiát, hogy legyen egy intézmény, ahol összhangra, harmóniára tanítják a magyart. A Zeneakadémia első tanévében öten kezdték meg a munkát. Liszt Ferenc az elnök, Erkel Ferenc az igazgató, valamint Folkman Róbert, Ábrányi Kornél és Nikolic Sándor tanárok.
Négy év múlva, 1879 őszén az intézet az Andrássy úti, akkor Sugár úti bérházba költözött át. Liszt Ferenc 10 évig, haláláig állott a Zeneakadémia élén. Amikor Erkel Ferenc időskorára való hivatkozással megvált igazgatói állásától, utódjául Mihalovics Ödönt nevezték ki. Mihalovics 32 éven át irányította a Zeneakadémiát, és az ő nevéhez fűződik az intézmény nagyszabású fellendülése. A Zeneakadémia további fejlődése érdekében szükségessé vált, hogy bérház helyett saját épületben működhessen. 1906-ban az állam fejedelmi bőkezűséggel olyan zeneakadémiai palotát emeltetett a Liszt Ferenc térre, amelynek külföldön sincs párja. 1919-ben Hubay Jenő vette át a főiskola igazgatását, akinek világszerte elismert művész tekintélye és 15 évi munkássága révén az intézmény régi rangjának magaslatára emelkedett. A Zeneművészeti Főiskolának egy év óta világhírű mesterünk Dohnányi Ernő a főigazgatója. Művészi és emberi kiválóságai biztosítékok arra, hogy Liszt Ferenc iskolájának vezetése méltó kezekbe kerül. 1935. május 20-án a Zeneművészeti Főiskola opera tanszakos növendékei az Operaházban rendezték meg jubileumi előadásukat intézetük 60 éves fennállása alkalmából. A gazdag műsorból Takács Paula és Lacó István operatanszakos növendékek nevét emeljük ki. Takács Paula ebben az időben tanulmányai kezdetén állhatott, hiszen csak 1941-ben debütált operaénekesként. Nagy vívő erejű olaszos szopránjával aratott sikereket. Lacó István pedig éppen 1935-ben kezdte el pályáját az Operaházban. Egyike volt a legszebb magyar tenorhangoknak. Az opera tanszakos növendékek jubileumi előadására emlékezve csendüljön fel két Verdi opera ária. Elsőként Takács Paula énekli a Trubadur című opera első felvonásából Leonora áriáját és a kabalettát. Dressal
forradó hangomban. Csak elvárja a hőst, amit a szív remélés vár, tiéd a minden a hálma. Ha már nem én az élet, ha jön a halál, ha már nem én az élet, ha jön a halál, ha már nem én az élet. Következik a második Verdi opera részlet. Lacó István az Otelló második felvonásából Otelló búcsúját adja elő. Itt vagy, pusztulj! Szívem kimpadra vultad! Jaj! A poklok mélyén nincs így szörnyűséges kín, mint a kétség. Míg ő ott vetrengett egy kélyes percben, mi tőlem rabolt, nem gyötört a szívem féltékeny sejtés. Büszke voltam, és boldog, semmit se tudva még, rajom mellettem a fertelmes bűn, angyali testén, mert nem éreztem hajtán Lassio csókjának ízét. De most már es már! Bocsózom tőled, de szent gyönyörj emlék, te1935 tavaszán befejezték a rádió bővítési munkálatait, amelyekkel nem csak egy hatalmas új épületrészt létesítettek, hanem a régi épületben is bonyolult átalakításokat végeztek. A rádió élet rendszeresen ismertette a munkaállását, majd a befejezésről is örömmel adott hírt. A Lakihegyi 120 kW-os nagyadóállomás és a kettős magyar műsor egészen új igényeket támasztott az intézménnyel szemben. Ezek kielégítésére épültek meg a Magyar Rádió új stúdió helyiségei, melyeket 1935. május 14-én mutattak be a sajtóképviselőinek. Két új középnagyságú stúdió épült a kamarazene és a prózai adások számára. Az új épület legimpozánsabb része a 320 négyzetméter alapterületű zenekari stúdió. A sajtóbemutató vendégei bejárták az egész épületet, amelynek pompás berendezéséről a legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak. Az új zenekari stúdió akusztikájának kialakításában Dohnányi Ernőnek, a rádió zenei főigazgatójának is része volt, mert kifinomult hallásával segítette a fizikusok és technikusok bonyolult számításait.
sőt, még hosszú betegsége alatt is figyelemmel kísérte a munkálatokat. Ez a rádió életnek adott nyilatkozatából is kiderül. Állandóan hallgatom a rádión keresztül azokat a hangversenyeket, amelyeket ebből az új stúdióból közvetítettek. Megfigyeléseimet feljegyezve közöltem azokat a technikusokkal. Most, amikor már betegségemből felépültem, boldogan látom, hogy milyen pompás hanghatások érhetők el ebben a szép és elegáns nagy stúdióban. Zenei terveimről annyit mondhatok, hogy a júniusi ünnepi hetek alkalmából többször is fogok szerepelni. Először Telmányi Emil hegedűművésszel együtt Beethoven szonátákat játszom. Június 16-án pedig a kiegészített Waldbauer vonós négyessel bemutatjuk nemrégel készült új kamarazenei művemet, a C-dur szextettet. Mielőtt a mű felcsendülne, idézzünk néhány sort Vázsonyi Bálint Dohnányiról írott könyvéből is. A júniusi hetek keretében 1935-ben került bemutatásra az Opus 37-es szextett zongorára, hegedűre, brácsára, csellóra, klarinétra és kürtre. Összefoglalás ez a mű. Hosszú betegsége alatt készült, ezért érezzük benne a szenvedés panaszát. De ezen felül kerekedve a költő optimizmusa és mindenekelőtt őszinte és tiszta lírája beszél a darabból. A negyedik tétel jazz paródiája pedig a Dohnányi humor egy újszerű hajtása. Szólaljon meg tehát az 1935-ben keletkezett mű részlete. Thank you.
A következő percekben Székelyhidi Ferenc operaénekes és a Waldbauer Kerpeli vonós négyes 25 éves művészi jubileumára emlékezünk. Székelyhidi Ferencről, a kolozsvári jogászból lett operaénekesről Várnai Péter így írt. Székelyhidi Ferencet 1909-ben szerződtette az Operaház, melynek a 30-as évekig vezető művésze volt. Szerepköre rendkívül sokoldalú, felölelte a lírai és a drámai tenor szerepek egész sorát. Nem annyira hangjával, mely kis volumenű volt, hanem stíluskészségével és átélt szerepformálásával tűnt ki. Oszlopa volt oratórium hangversenyeinknek, és egyik legnagyobb terjesztője az új magyar zenének. 1935. június 17-én ünnepelték Székelyhidi Ferenc 25 éves operaénekesi jubileumát az Operaházban. Ez alkalomból a Rádió Élet is hosszú interjút készített a művésszel, aki többek között ezt mondotta. 25 éven keresztül 79 szerepet énekeltem 1300-szor. Most nyugdíjba megyek, de azért nem veszek búcsút az Operaház színpadától. Az utolsó esztendőkben munkásságomnak két serpenyője volt. Az egyikben az éneklés, a másikban az énektanítás. Lassanként a tanításból lett több, az éneklésből kevesebb. Jól is van ez így. Akkor kell elmenni, amikor még maradhatna az ember. A jövőben szeretném mindazt, amit 25 év alatt magamba szívtam, átadni azoknak, akik utánam következnek. Székelyhidi Ferencnek ez a terve is valóra vált, hiszen az Operaház örökös tagjává választotta. Visszavonulása után pedig a Zeneakadémia énektanára és az Operaház énekmestere lett. A Rádió Hangarchívuma őriz néhány olyan felvételt, amelyen Bartók és Kodály dalokat énekel. Ezek közül szólaljon meg három magyar népdal, amelyeket Bartók Béla dolgozott fel. Tehát Székelyhidi Ferenc énekel Bartók Béla a zongora kíséretével. Töltik a nagy erdő útját, viszik a székely katonát, viszik szegényeket, szegény székely elviszik arra helyre, hol az út is vérrel festve. Kit a golyó, kit a lancsa, kit éles kard összefagta. Kedves hites társam,
kell hagyni. március 19-én ünnepelték a Waldbauer Kerpeli vonós négyes negyedszázados jubileumát. Hangversenyük előtt Pap Viktor zenetörténész mondott bevezető beszédet. Ebből idézünk. A magyar zenetörténetben negyedszázados dicsőség és osztatlan vezetőszerep egyetlen vonós négyes társaságnak sem adatott meg. Büszkélkedve és szeretettel köszöntjük tehát Waldbauerékat azon a napon, amelyen 25 évvel ezelőtt ugyanezzel a műsorral, és csak nem változatlanul ezekkel az előadókkal először állottak közönség elé. A fiatal művészek Waldbauer Imre, Temesvári János, Molnár Antal és Kerpeli Jenő vonós négyesben való találkozása a véletlen műve volt. Zeneakadémiai növendékkorukból mindahányan ismerték Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak, még addig sehol elő nem adott kamarazeneműveit. E zenei értékek nyilvános elismertetését akarták segíteni, amikor 1910. március 17-én és 19-én Bartók és Kodály szerzői estjén először felléptek a Royal Szálló hangversenytermében. Az egykorú sajtó szereplésüket korszakalkotó fordulatnak jelezte a magyar kamarazenélés történetében. A kvartett első fellépése olyan sikerrel járt, hogy Waldbauerék alkalmi szövetkezése állandóvá vált. 1910 óta minden budapesti hangversenyük egyben a zene ünnepe is. Európa koncerttermei is megnyíltak előttük. A 25 év alatt a vonós négyes közel 600 hangversenyt adott. Ebből 210 koncerten szerepelt Bartók, Kodály, Dohnányi, Weiner és más kortárs magyar zeneszerző műve. Ezzel igen jelentős missziót teljesítettek. A vonós négyes jubileumi koncertjéről Jemnitz Sándor kritikus így írt. A Waldbauer Kerpeli vonós négyesnek jogosan kijáró általános tisztelet fölemelő kifejezésre talált, amikor megjelenésükkor a Zeneművészeti Főiskola nagy termét betöltő közönség helyéről fölemelkedett és perceken át állva üdvözölte őket. Szép gondolat volt, hogy ezen a jubiláris hangversenyükön a 25 évvel ezelőtt megtartott első hangversenyük pontos műsorát ismételték meg Waldbauerék. Leszűrt tudással és lankadatlan hívvel játszották el Bartók Béla és Kodály Zoltán első vonós négyesét, továbbá Kodály Zoltán Gordonka zongora szonátáját. Utóbbi művet ezúttal is Kerpeli Jenő szólaltatta meg Bartók Bélával, aki ismét felejthetetlen módon ragyogtatta példátlan zongora művészetét. A hallgatóság gyönyörködve fogadta ezt az ünnepélyes keretek között lezajlott hangversenyt, és megindultan tapsolta meg annak alkotó és előadó művészeit, akiket egy emberélet barátsága és válvetett munkássága fűz egybe. A Waldbauer Kerpeli vonós négyes megszámlálhatatlanul sokszor szerepelt a rádió műsorában, hangfelvételük azonban mégsem maradt. Emlékükre csendüljön fel Bartók Béla első vonós négyesének részlete a Magyar Kvartett előadásában. Thank you.
Sorozatunk egy korábbi adásában beszámoltunk arról, hogy 1933. szeptember 15-én mély nagy tisztelettel ünnepelték a hegedűművészek doajenjének, Hubay Jenőnek 75. születésnapját. A következő évben azonban a Zeneakadémia igazgatói posztjáról nyugdíjazták. A fájdalmas búcsúra fia, Hubay Cebrián Andor így emlékezett. 1934. szeptember 20-án lépett ki szinte észrevétlenül abból az intézetből, melyben hűséggel és odaadással, lelkesedéssel és szakértelemmel fáradhatatlanul dolgozott 48 éven át. Mint szépségtapaszt, az örökös elnök címet vihette magával, és megtarthatta a hegedű mesterképző osztály vezetését. A tanítást odahaza a fehér zeneszobában folytatta, így ezentúl oda gyűltek össze hetente többször a mesterképző osztály növendékei. A fehér teremben tartott zenedélutánokat visszavonulása után is folytatta. Sőt, most már nem 4-5-öt adott egy szezonban, hanem 8-10-et is. Legtöbbjét a rádió is közvetítette. Az ezért befolyó összeg mindig a Lublói utcai gyermekotthon javára ment. Hubay Jenő a hegedűművész pedagógus más területen is tevékenyen működött. Ezt mutatja a következőkben kiemelt két rádió közvetítés is. 1935. március 1-én az Operaházban mutatták be a Milói Vénusz című operáját. Az antik témájú daljáték szövegkönyvét Paul Lindau színdarabja alapján Góth Sándor és Farkas Imre készítette. A bemutatót követő napon jelent meg Jemnitz Sándor kritikája. Ebből idézünk. A Zeneművészeti Főiskola egy évvel ezelőtt nyugalomba vonult, és közel 77 éves főigazgatójának zenei eszközkészlete ismertnek tételezhető fel, hiszen az utóbbi évtizedek során alig mutatott szembeötlő változást.
A hubai muzsika könnyed fajsúlya mellett semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen és méltatáson kívül a hegedűművész és világhírű pedagógus latba eső érdemeit. S a péntek esti ősbemutató előadás után fölhangzott, nem csupán udvarias, hanem meleg taps, egy fáradhatatlanul dolgos életet is jutalmazott. 1935. február 13-án a rádió stúdiójában különleges hangversenyt rendeztek Hubai Jenő a Dalköltő címmel, amelyet Pap Viktor a következő szavakkal vezetett be. Hubai Jenő a dalköltő áll most előttünk, aki nemes pályafutását úgyszólván észrevétlenül szórta tele dallal. Eddig 94 dala jelent meg, köztük a milléniumi királydíjjal kitüntetett 6 dal. A belőlük kiáradó költészet mindig üde, friss, őszinte, s a legújabbakból a bölcsesség ereje is sugárzik. Ezekből a dalokból kap most egy csokorra valót a rádió közönsége. A műsorszám értékét nagyban növeli, hogy dalait Hubai Jenő a szerző kíséri zongorán. A világhírű hegedűművész a zongora mellett. A dalokat Báthy Anna, az Operaház kiváló művésznője énekli. Emlékezzünk mi is most Hubai Jenőre, a dalköltőre, Petőfi Sándor és Szabolcska Mihály verseire komponált egy-egy dalának megszólaltatásával. Megígérted, megírtad.
fa, lombok titkos édes suttogását sze, így szívem hárma, szívem érted való dobogását, érted való dobogását. Radnai Miklós, az operaház igazgatója felismerte, hogy a közönség érdeklődése a táncművészet felé fordult. A korszak divatjából támadt igényeket új darabok színrevitelével is igyekezett kielégíteni. 1935. június 7-én volt a Kuruc mese című táncjáték bemutatója. Kodály Zoltán két népszerű darabjához, a marosszéki és a galántai táncokhoz Harsányi Zsolt talált ki egy cselekményt, amelyet Millos Aurél fogalmazott át a tánc nyelvére. Az operaház előadását a rádió is közvetítette. A rádió élet sok fotóval illusztrálva közölte a táncjáték meséjét, így segítve a rádióhallgatók élvezetét. A táncjáték bemutatója azonban nem hozta meg a várt sikert, mint azt Jemnitz Sándor kritikája is igazolja. Ahogy nem lehet csupán azért, mert nagyon szeretjük Adit, de ő történetesen nem írt színdarabokat, akként segíteni a hiányon, hogy kedvenc Adi verseinkből drámát tákolunk össze, úgy nem lehet Kodály két zenekari szerzeményét összefércelni, holmi kínosan ráerőszakolt történéssel tetézni. A végtagonként összehordott mesterséges testtől nem várható el, hogy a színpadra kirakva táncra perdüljön és az eleven életlátszatát keltse. Horsányi Zsolt hiába ment szövegével a marosszéki táncok miatt Marosszékre és a galántai táncok kedvéért Galántára. Olá Gusztáv hiába támasztja alá ezt a külső hitelesség igyekezetéből fakadt ötletet szebbnél szebb díszleteivel. Millos Aurél hiába mozgatja meg a halott szerepeket. Még harangozó Gyula is hiába viszi lámpa elé ragyogóan szellemes groteszk figuráját. Ha balett kell, eleve annak készülő balettet kell íratni. Más mód nincs. A Kuruc mese című táncjátéknak nem lett ugyan sikere az operaház színpadán, de a marosszéki és a galántai táncok Kodály Zoltán feldolgozásában változatlanul népszerű maradt. A marosszéki táncok vidám hangulatával fejezzük be sorozatunk 50. adását. A viszonthallásra!
Rádiófónia. 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán 1925-től 2000-ig. Bielicki-né Búzás Éva összeállítása hangzott el. Közreműködött Johannes Zsuzsa és Korbuj Péter. A szerkesztő Varga Ferenc.